Újabb 50 oldalas dokumentumot oldottak fel a bal liberális pártok külföldi támogatásának titkosításáról, amelyből kiderül, hogy milyen úton jutott külföldi pénz az érintett pártokhoz. Karácsony Gergely korábban azt, mondta, azt állította, hogy ő semmit sem tudott a hozzáköthető mozgalom finanszírozásáról, de most kiderült, hogy a főpolgármesterhez köthető 99 mozgalom 500 millió forintot kaphatott külföldről. Zoltán is vendége folytatja. A 21. század intézet elemzője Nagy Ervin a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Karácsony Gergely főpolgármester úr Korányi Dávidhoz, egykori munkatársához és az Action for Democracy vezetőjehez hasonlóan védekezett. Azt mondta, hogy ez a lakálymédia lejárató kampánya, és hogy mikroadományokból gyűlt össze ez a mennyiségű pénz. Itt ugye arról van szó, hogy az ő állításuk szerint zárt adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki valahová, és az arra járó vagy ott lévő szimpatizánsok helyeztek el ebben pénzt, sok esetben nem forintot, hanem például fontot vagy más valutát, és az összegyűlt pénzt azt aztán és Gábor, ez már az adatokból derül ki a Nemzeti Információs Központ jelentéséből, 19 tételben, tehát 19 alkalommal fizette be a 99 mozgalom számlájára ezt az 500 millió forintot. Hát adódik a kérdés, hogy vajon ez mennyire életszerű magyarázat a politikában, hogy valaki, akinél font van, vagy éppen euró, azt ilyen nagy mennyiségben adja oda egy zárt adománygyűjtő dobozba. Elég jó helyekre tették ki ezeket a dobozokat, volt, aki ezt is felvetette. Hát tucatnyá, tucatjával sorjáznak a költői kérdések. Amióta a dokumentum, a Nemzeti Információs Hivatalnak a dokumentuma nyilvánosságra került, azóta kétszer szólalt meg ebben a témában Karácsony Gergely egyszer a közösségi oldalán, illetve tegnap a közgyűlésen napi rendelőtti felszólásában. Egyébként kerüli a sajtót és egyébként kerüli a témát. Ebben a kettő megszólalásában valóban azt a magyarázatot taglalta, és adta, hogy ezek törvény szerint egy zárt dobozba bedobott mikroadományok voltak. Az életszerűsége ennek minimális, sőt, saját szövetségese is kételkednek abba, hogy ez valóban megtörténhetett. Ha elgondoljuk, tényleg nagyon sok aggály felmerül ezzel kapcsolatosan. Egyrésztről hol volt ez a doboz, másrésztről nehéz elképzelni, hogy ebbe a dobozba fontot, vagy euró ezreket, százezreket dobhattak be magánszemélyek. Harmadrésztről pedig azt is megkérdőjelezhetjük, hogy ha a, nézzük az időt, hogy mikor történtek ezek a támogatások, és ennek egy jelentős része már Karácsony Gergely előválasztáson való visszalépése után történt, akkor az is életszerűtlen, hogy vajon miért dobtak volna be egy ilyen dobozba pénzt, amikor ő már nem volt jelölt. És harmadik vagy negyedik probléma ezzel kapcsolatosan az lehet, hogy Törökvárinton van bejegyezve a 99 mozgalom, ez egy magánház, és nincs irodája, tehát felmerül a kérdés, hogy hol voltak ezek a a gyűjtő dobozok, és valóban itt talán az a döntő, hogy már a saját szövetségese is kételkednek ennek a történetnek a valóság alapjában. Hogyha Karácsony Gergely miniszterelnök jelölti kampányát segítették volna ezekből a forrásokból, akkor adódik a kérdés, hogy miután Karácsony Gergelyt elvitte a villamos, akkor vajon ezt a mennyiségű pénzt milyen villamos, milyen irányba vitte el? Igen, valóban itt is feltehetjük ezt a költői kérdést. Itt, ha talán egy kicsit felemlegethetjük a múltat, hogy teljes legyen a kép. A 99 mozgalmat azért hozták létre még 2021 nyarán, hogy Karácsony Gergely előválasztási kampányát finanszírozzák. Akkor ő miniszterelnök jelölt volt, végül visszalépett valóban Márki Zaj Péter javára, amit máig nem tudunk, hogy miért, vannak különböző magyarázatok, teóriák, de az igazi okokat nem ismerjük, már csak azért sem, mert sokszor az látszódott, hogy ő esélyesebb lenne, mint Márki Zaj Péter, mégis visszalépett. A 99 a közvéleménykutatás is, ami megjelent, és az után lépett vissza Karácsony Gergely. Ez a közvéleménykutatás akkor ugye azt mondta ki, hogy már Kizai Péter az esélyesen. Igen, de több közvéleménykutatás is volt, nyilván lehetett pro és kontra érvelni, de valóban voltak magyarázatok. Ami problematikus ebben a kérdésben, hogy amikor a 99 mozgalom létrejött, akkor az volt a célja, hogy Karácsony Gergely előválasztási kampányát finanszírozza. Viszont ennek az 506 millió forintnak a nagy része, ami euróban és fontban lett befizetve, Végül a bankban, magánszemély által, hogy még ennek a valóság tartalmát még inkább agályosnak tartsuk. Azért az, hogy valaki bemegy bankba és befizeti ezeket egy számlára, ez is azért a, a, a politikai életben egy igencsak csak gyanús eseménysorozat. Azért problematikus, mert miután karácsony Gergely visszalépett, a nagy része a pénznek ezután érkezett, sőt, tovább megyek, a pénzeknek egy része azután érkezett, hogy elbukták. a 2022-es választásokat. Tehát még 2022. áprilisa után is érkezett befizetés. Tehát itt is felmerül a kérdés, hogy vajon akkor miért és mire történt ez. Azt tudjuk, a jelentés ezt is tartalmazza, hogy a 99 mozgalom szerződést kötött a datadattal, ez talán egy ö, olyan ö, szál, amit érdemes majd még a hatóságoknak felgöngyölíteni, ugyanis a pénzek jelentős része a mindenki Magyarország mozgalomtól is, illetve az Action for democracy közvetlenül, harmadrésztről pedig a 99 mozgalomtól is a datadat céghez áramlott. Hogyha ezt a szállat egy kicsit megpróbáljuk boncolgatni, akkor mi sejlik föl? A Datadat Bajnai Gordonhoz, Ficsor Ádámhoz köthető. És valóban, miután Karácsony Gergely már visszalépett a miniszterelnök jelölti, jelölti kampányból, akkor került a Datadathoz 600 millió forint a mozgalomtól. A Datadatnak sokféle leányvállalata van. Van észleányvállalata, leányvállalata, van olyan leányvállalata, aminek egy amerikai befektetési központ tulajdonosa. Mit lehet látni abból a modellből? amiről sok elemző azt mondta, hogy már a 2019-es önkormányzati választáson is működött. Működött, jelen volt, és megbízásokat kapott, egy nemzetközi hálózatról van szó, ami Magyarországról indult el, és a vezető is magyar politikai, közéleti személyek, vagy személyek voltak. Szigetvári Viktor az, aki leginkább a külföldi bejegyzéseket intézte, illetve a, a különböző nemzetközi kapcsolatokat építette. Őről a tudni kell, hogy az együtt párt egyik alapítója és vezetője volt. Egyébként Gyurcsány Ferencnek volt a tanácsadója még a Gyurcsány kormány idején, de találhatunk másokat is, Bajnai Gordon, Ficsorádám, akik szintén a Gyurcsány kormányokhoz kötöttek valamilyen módon, vagy Bajnai nyilván ő követte annak idején Gyurcsány Ferencet, ők fémjelzik ezt a hálózatot. Ami lényeges, hogy valóban 2019-ben is már tetten érhető volt ennek a cégnek a jelenléte a magyar kampányban, és ami lényeges, hogy a az rajzolódik ki a most nyilvánosságra került adatokból, hogy egy hálózat szerűen működött. Például a kokkáért Észtországban is volt egy lányvállalat, lányvalati formában próbálták működtetni. Ezt sokan úgy értelmezik, jogászok, hogy ennek az volt az oka, hogy a magyar adatokat, amiket ők összegyűjtöttek, és törvények szerint akartak kezelni, illetve a kampányba felhasználni, azt azért csinálták Észtországon keresztül, mert Észtországban sokkal megengedőbbek a szabályok. Tehát még ilyen ö, következtetések is ö, vannak ezzel kapcsolatosan. Ami lényeges, hogy a datadat és a körülötte lévő hálózat egy jól megtervezett, kitalált, szisztematikusan működtetett ö, rendszer, aminek az a dolga, hogy kormányt váltson. Egy percünk van a műsorból. A külföldi pénzekről érkező hírek után a hazai vezető ellenzéki politikusok azt mondták, hogy nem tudnak az egész ügyről semmit. Most viszont már azt lehet tapasztalni, mintha a tagadást fölváltotta volna a felelős keresés. Gyöngyösi Márton azt mondta, hogy álljon ki a nyilvánosság elé, Márkizai Péter, Karácsony Gergely, és Vajanak szint, Bajnai Gordont is felszólította erre, Ungár Péter, az LMP vezetője pedig azt mondta, hogy hát ezek a pénzek nem jelentek meg a kampányban, ez valahova eltűnt. Ahogy egyre többet tudunk meg erről az egyébként meglehetősen szövényes ügyről, egyre több tény derül ki, úgy változik az egyes politikai vezetők, az érintett baloldali politikusoknak a kommunikációja, az ügyhöz való hozzáállása. És valóban eleinte azt hallhattuk tőlük, hogy ők semmiről nem tudtak, ők nem voltak ott és nem látták. Ez is életszerűtlen, már csak azért is, mert törvényesen 1,2 milliárd forintot költöttek el, a Márki Zaj Péter által becsatornázott pénz pedig 1,7 milliárd, ehhez még hozzájön ugye az 500 millió a 99 mozgalomtól, tehát arányaiban több volt a becsatornázott pénz, mint amit törvényesen elköltöttek. Ergo látniuk kellett ezt. Ezek a jelentések az állami számvevőszék jelentései, illetve a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra hozattal viszont cáfolja, hogy ne tudtak volna róla. Az állami számvevőszéknél 117 olyan tétel van felsorolva, amit közösen csináltak, tehát tudniuk kellett a pártoknak erről. Az, hogy ezt ellopták volna, hogy erre Ungár Péter utal, ez egy valós lehetőség, ezt nyilván bizonyítani kell, ezt erre én nem tudok elemzőként egyértelmű. Választodni, ami viszont tény, hogy az egymásra mutogatás elkezdődött, a felelősség és a bűnbakkeresés látszódik most a bal oldalon. Hogy ennek mi a hatása lehet majd a jövő évű önkormányzati választásokra, az persze majd a jövő zenéje kiderül. Nagy Ervinnek köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Köszönöm a meghívást.